Na most a tudomány szemszögből fogok válaszolni. Amikor ember táplálkozik, akkor a vér a vastagbélbe kerül, onnan feltöltődik hasznos elemekkel, vitaminokkal, és így tovább, és akkor elviszi a sejtekbe, szervekbe, és így tovább, szóval így táplálja az egész testet a vastagbélből. Amikor valaki bőtöl, főleg több napig, akkor ahogy tudósok állítják, a vérnek van szükség szállítani. Úgy is mondja, hogy éhes vér. Szóval neki kell szállítani anyagokat. Amikor ő elmegy vastag bélbe, és, és ott nincsen tápláló anyagok, akkor megfordítja a folyamatot, el fog menni szervekbe, sejtekbe, onnan kiszedi a toxinukat, mérgező anyagokat, elviszi ezeket a vastagbélbe, és utána evakuálódik a testből. Magyarul, hogyha valaki bőtő, akkor szervezet automatikusan átkapcsol méregtelenítésre funkcióra.